Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Egyáltalán nem. Mi baj van a világgal? Láthatóan romlik. Sokat néznek híradót? Meg tévét, nem? Filmeket? Híreket? Az anyaggal foglalkoznak. Hát pedig egy olyan, ugye olyan világunkban van, aki, amely nagyon bizonytalan, és hát igazából mindenkinek szüksége lenne szellemi fejlődésre, illetve egy szabadságot nyújtó, elég jövedelmet eredményező saját stabil üzletre. Tehát nem sejtik az emberek, mi vár rájuk. Tehát pedig már volt róla szó, hogy most ugye nemrég beharangozták a mesterséges intelligenciát, és az rengeteg embernek a munkáját el fogja venni. Tehát amikor ugye a cégek, vállalkozások megtehetik azt, hogy kifizessék a mesterséges intelligencia megvételét, megveszik, és akkor az idézőjelbe fog gondolkodni az emberek helyett. Tehát egy csomó olyan emberre, ami ilyen gondolkodást igényelt, nem lesz szükség. És akkor ott vannak a robotok, ugye most ne az emberszabású robotokra gondolj, hanem az iparban működött robotokra, vagy működtetett robotokra. Hát azok pedig helyettesítik a fizikai munkát. És akkor gyakorlatilag maradnak olyanok, hogy WC-pucolás, nem? Amit még egyelőre robotok nem csinálnak meg, nem? És akkor marad még egy-két olyan munka, ami igen, igazából ha megnézzük, a legtöbb ember a mai világban azt mondja, hogy hát az én képesítésem, meg az én végzettségemmel nem képzelitek, hogy ilyen munkát fogok végezni, ezért hívják be a vendégmunkásokat. Tehát emiatt hívják be a vendégmunkásokat, mert a vendégmunkás még elvégzi azt a munkát, amit a lakosság, tehát a törzs lakosság nagy része, az ott született lakosság nagy része, az nem végezel. És így gyakorlatilag nagyon sanyarú sors vár az emberek jó részére, és az emberek ezt nem látják át. És itt ugye 2020-tól nagyon felgyorsultak az események, és igazából most gondold végig, tehát logikusan gondold végig, hogy vajon az államoknak szerte a világban szüksége van-e azokra az emberekre, akik nem dolgoznak, nem teljesítenek, és majd segélyből élnek. Gondold végig. És ha itt végig gondolod, hogy az államoknak kell-e olyan állampolgár, aki nem dolgozik és segélyből él, akkor rájössz arra, hogy nem kell. De a lakosság jó része az ezen a szinten fog működni. És itt nem csak a nyugdíjasokról beszélek, hanem mindenkiről, aki nem tudja megoldani az életét. Érted? Úgy, hogy az életének az irányítását az teljes egészében a saját kezébe vegye. Ahhoz, hogy az ember teljes egészében az életének az irányítását a saját kezébe vegye, ahhoz szüksége van egy elég szabadságot és elég jövedelmet eredményező saját stabil
üzletre, ami megoldja majd az ő jövőjét. Tehát mondom, gondolkozz logikusan. Ha te anyagi világban élsz, és téged egyáltalán nem érdekel a szellemiség, akkor is gondolkozz el azon, hogy egy olyan világ felé rohan az emberiség, ahol nincs szükség az emberi munkaerőre ilyen arányban, közel sem, mint ami most van. Illetve ahol van, ott nagyon alja munka lesz. Világos ez? Tehát alja munkára, amit nem érdemes még, vagy nem éri meg gépekkel megcsináltatni. És mi lesz azokkal az emberekkel? Tehát mondom, gondold végig, egy társadalomban, az államnak, a társadalomnak hol van szüksége arra, hogy mondjuk az emberek 70-80%-a nem dolgozik és el kell tartani. Tehát ezt nem gondoltátok még végig? Pedig épp itt lenne az ideje, hogy végig gondoljátok. Tehát se a társadalomnak, a dolgozó társadalomnak nem lesz rá szüksége, se az államnak, érted? Tehát most gondold végig, ugye azt tudod, hogy szükség van arra, hogy az emberek vásároljanak, mert ugye azt ahhoz kötik a gazdasági növekedést. De nem azon az áron, hogy az állam ad rá pénzt, hogy az emberek vásároljanak. Világos ez? Tehát ez nagyon brutál, és mondom, nem haladunk e felé, hanem rohanunk e felé. És ehhez, hogy ez ne így legyen, most gondold végig, itt van a mi társadalmunk, a nyugati társadalom, az a társadalom, ahol a második világháborúban ugye részt vett államok, ugye azokat nevezhetjük ugye fejlett államoknak, akik részt vettek a második világháborúban, és akkor itt vannak ezek az országok, ahol az emberek nem akarnak aljamunkát végezni, ezt meg lehet érteni. De mit fognak csinálni? Hát ha megnézed, van egy olyan népesség növekedés, hogy gyakorlatilag a népesség 1,1%-ban vagy 100%-ban növekszik. Tehát nem, ne így értsd, tehát az 1, az azt jelenti, hogy nem százalék, hanem az emberek létszámához, a lakosság létszámához képest a növekedés az 1, mit tudom én, akárhány század. Érted? De ahhoz, hogy a lakosság növekedjen, az majdnem három szoros, tehát a lakosság, tehát a növekedésnek háromnak kell lenni, nem tudom, világos, majdnem, nem egy egész, mert hogyha 1,1% a lakosság növekedése, akkor a lakosság csökken és fogy. Ezért fogy gyakorlatilag az egész európai őslakosság, és csak azért nem fogynak bizonyos országokban, mert engedik a bevándorlást. Tehát az összes európai országban, beleértve még Oroszországtól kezdve, mindenütt, Észak-Amerikában, mindenütt, tehát az összes fejlett, Japánban, most már Kínában is csökken a népesség, ha nincs bevándorlás. Nem tudom, világos-e. Mert mondom, ahhoz, hogy növekedjen a lakosság, a lakosság lélekszámához képest kell három gyerek. Na, eszembe jutott, hogy mi ez a szám. A három gyerek. Érted? És ehhez képest van 1,1, 1,2, 1,3 gyerek. Érted?
De végig az összes nyugati országban, mondom, ahol nem így van, az azért, mert engedik be a bevándorlókat. Tehát még a két gyerek, a 2,2 vagy 3 gyerek sem elég, mert vannak az elhalálozások. Érted? Ennek konkrétan utána tudsz nézni, hogy hány gyerek kell ahhoz, hogy a lakosság lélekszáma ne csökkenjen. Na most, ezért, emiatt a szám miatt, hogy csökken a lakosság, öregszik, tehát kevés a gyerekszületés, öregszik a lakosság. Ennek következtében a lakosság 30-40-50%-a nyugdíjas. Tehát van, ahol már 50%, érted? Tehát mihez viszonyítva? Nem a gyerekekhez viszonyítva, hanem a dolgozó állampolgárokhoz viszonyítva. Plusz a gyerekek. Gondold végig, Magyarországon van 2 millió olyan ember, aki még tanul, vagy még kiskorú, 2 millió. Tehát most én a 10 millió számból mondom, nem tudom mennyi a Magyarország lakossága, mert valahogy elhallgatták ezt az adatot, hogy a népszámlálásnál mennyire jött ki. Valahogy nem nagyon hallani erről semmit, hogy a népszámlálás milyen eredményt hozott. Na mindegy, maradjunk a 10 milliónál, biztos, hogy nem vagyunk annyian. Maradjunk a 10 milliónál, abból 2 millió a gyerek, akik nem keresnek egy vasat se. Oké? Marad 8 millió. Abból csaknem 4 millió a nyugdíjas és a segélyből élő. Oké? A segélyekből. Tehát az is ide tartozik, akit közmunkásnak hívnak. Világos ez? Tehát csaknem 4 millió, és marad körülbelül ugyanannyi, aki eltartja az országot. Világos ez? De abból 700 ezer közalkalmazott. Tehát gyakorlatilag 3 millió vagy 3 millió 200 ezer ember tart el csaknem 7 millió állampolgárt. Mondjuk 6 és felett. Oké? Tehát magyarul egy főre esően 2 ember tartunk el. És szerinted ez barom jó az államnak? Szerinted az államok nem tesznek meg azért mindent, hogy te minél hamarabb meghalj, ha nem dolgozó vagy? Tehát ha te úgy gondolod, hogy ez nem így van, te nem ebben a világban élsz, könyörgöm. Oké? Tehát akkor valami olyan világban élsz, ami nem reális. Érted? Miről szólt a Covid? Tudod, miről szólt a Covid? Arról, hogy beadhassák az oltásokat, hogy minél hamarabb meghalljanak az oltásoktól az emberek. Nem vicc, ez komoly. Oké? Tehát pont azért, amiért elmondtam, mert nincs szükség arra a jövőben, hogy a lakosság, megnézed most, magyar lakosság, hát gyakorlatilag 70%-a az eltartott, beleértve a gyerekeket is. Vagy csak nem a 70%-a eltartott. És mennyi lesz az eltartott akkor? 80-90? És szerinted ez tök normális dolog? Hát akkor te nem tudom, hogy gondolkodsz. Én tudom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azt szeretné, hogy ne kelljen neki dolgozni semmit, csak kapjon pénzt. Sőt, rengeteg ilyen ember van. De szerinted ez etikus? Hogy a közösből csak ki akarsz venni, és nem raksz bele semmit? Ezt úgy hívják, hogy etikátlanság. Oké?
Mert az ember a közösből csak ki akar venni és berakni, nem akar semmit. Tehát mondom, gondold végig, azért akarják a népirtást, burkolt népirtást, senki nem veszi észre azt, hogy úgy írtják a népet, hogy minél hamarabb halálozzon el. Akkor mondok erre konkrét példát. Ma a legtöbben a világon gyógyszerek mellékhatása véget halnak meg. Pont. Akkor mi az, ha nem népirtás? De nem legális népirtás, illegális népirtás. Oké? Tehát nyilván azokról a beszélek, azokról a fejlett országokról, most azt mondtam, hogy világ, ez nem igaz, mert egy csomóan a nem fejlett országokban nem szednek gyógyszert. Oké? De a fejlett országokban törvénytelen mennyiségű gyógyszert rávették az embereket, hogy szedjenek. És annak a mellékhatásának következtében halnak meg a legtöbben. És csak utána jön a szív- és érrendszeri betegség, ami simán mellékhatásként működik. Gyógyszer mellékhatásként. Hát megnézed, a 99%-a, aki Covid-ban meghalt, az mindenféle egyéb más betegséggel rendelkezett. És a Covid csak rátette az íre a pontot. Én azt figyeltem, mindig néztem, mert ugye emlékeztek, hogy volt egy olyan oldal, ahol lehetett nézni, hogy meghalt valaki, és miben halt meg a Covid időszakban. És ezt rendszeresen néztem. És mindenki, ugye meghalt Covid-ban, de ilyen-olyan betegsége volt. Meghalt Covid-ban, de ilyen-olyan betegsége volt. Tehát aki meghalt Covid-ban, annak minimum egy alapbetegsége volt. De nem ez volt a jellemző, hanem egy csomó. 2, 3, 4, 5, 6 régi betegsége volt. És komolyak, így van. Ezt akkor nézegettem. Ez bárki nézegetette, nem csak én. Csak az embereknek valahogy ez nem jutott eszébe. Szóval a lényeg az, hogy mondom, gondold végig, egy ilyen világ felé haladunk. Most gondold végig, mondjuk a te családodról van szó. Nem családtag, egy idegen lenne a családodba. És neked kellene eltartani azt az idegent évek, évtizedeken keresztül. Laci, kapcsoljátok ki a mikrofont, azaz, köszönöm. Tehát gondoljátok végig, mondom még egyszer. Mondjuk a te családodban lenne egy tök idegen, akit el kellene tartani. Mert az államnak te egy idegen vagy, nem tudom, világos-e. Nem vagy a miniszterelnöknek a fia, lánya, unokája, nem? Egy miniszter tanácsi tagnak se vagy, nem? Az vagy? Nem. Onnantól kezdve te idegen vagy. Tehát mondom úgy, hogy jó a példa, valakinek nem tetszik a példa, akkor is jó példa. Tehát olyan, mintha neked el kellene tartani egy vadidegen embert éveken, évtizedeken keresztül. Mit kívánnál leginkább? Hát hogy minél hamarabb földobja a talpát. Logikus, nem? Hogy ne kelljen eltartani. Mert azt mondják neked, hogy el kell tartani addig, míg meg nem hal. Mit csinálnál? Hát annak örülni a legjobban, hogy a minél hamarabb kinyifan, nem? Ugyanez az állam. Ugyanez. Az államnak mi halott idegenek vagyunk. Oké? Ennyi. Tehát mit csinál az állam? Rejtettem, burkoltam, gondoskodik arról, hogy minél több olyan ember, aki nem dolgozik, az szépen látszólag természetes halálban meghaljon. Oké? És szerinted nem dolgoznak azon, hogy ezt hogy tudják megvalósítani? Akkor te nagyon naív vagy. Tudom, mióta dolgoznak ezen? Évtizedek óta. Hogy lehetne elérni, hogy az emberek idő előtt meghalljanak. Ez
ez van, ezt kell szeretni. Tehát egy ilyen világban nem lenne szükség arra, hogy a saját életed irányítását a kezedbe vedd, és ne legyél kiszolgáltatott. Ha úgy gondolod, hogy nem, pusztulj meg, ezt tudom mondani. Oké. És ez nem felnagyítása a dolgoknak, te óriási tévedésben élsz. Figyeld, ha szükség lenne a kézi erőre, akkor nem beszélhetnénk erről. Akkor kellene a kézi erő. Ha szükség lenne a gondolkodásra, akkor nem beszélnénk erről, mert szükség van a gondolkodásra. De elérkeztünk a 2023-mal abba a világba, ahol gondolkodnak helyetted, mesterséges intelligencia, dolgoznak helyetted, eddig is dolgoztak helyettek a robotok, oké? A robotizált gépek, de most már gondolkodást is tudják helyettesíteni. Világos ez? És ezt nem látod át, te hiszel abban, hogy ez nem így van, attól akkor is így van. Érted? Tehát olyanban nem lehet hinni, ami nem lesz. Érted? Ami nem lesz, abban nem, hiába hiszel. Oké? És ez nem rossz dolog, annak rossz, aki lusta. Ennyi. Oké? Aki nem etikus, és nem akar a közösbe berakni, csak kivenni akar, azoknak nem lesz gond. Akik nem ilyenek, azoknak gond. Érted? Akik lusták, etikátlanok, stb. Stb. Világos ez? Tehát itt egy dologról szól a történet. Tudjátok, volt egy olyan oszlop Amerikában, ez még hozzáfűzés az előzőhöz, ahol kiírták, most nemrég dózerrel ledózerolték, mert ugye nem tudták, hogy került oda az az oszlop, meg azt se tudják, hogy került arra az oszlopra. Az, hogy ráírták, hogy 500 millió főre van szükség itt a bolygón. Ugye tudjátok ezt, volt egy ilyen 500 millió fő. Na most nézzük meg ezt a dolgot, jó? Mit nézünk rajta? Azt, hogy gondold végig, miért vagyunk itt? Azért vagyunk a bolygón, hogy fejlődjünk, oké? A gondolkodáshoz, vagyis a fejlődéshez két dologra van szükség. Szüksége van az egyének arra, hogy cselekedjen, de előtte gondolkodjon. Tehát gondolkodás, cselekvés. Tehát abból tudunk fejlődni, ha gondolkodunk és cselekszünk, gondolkodunk, cselekszünk, gondolkodunk, cselekszünk. Ebből tudunk fejlődni. Jó? Ha elrontunk dolgokat, akkor kijavítjuk, mert gondolkodtunk és cselekedtünk, ezért ki tudjuk javítani. Erről szól a történet. Na most, azért megkérdezném, az az ember, aki csak kivenni akar, és nem akar cselekedni, az hogy teljesíti ezt? Az az ember, aki lusta, az hogy teljesíti ezt? Tehát megkérdezném, mi a fészkes fenét keres itt a Földön? Élő formaként, élő létformaként, mit keres? Tök logikus, gondold végig, mit keres itt a Földön? Mikor semmit nem teljesít abból, hogy tanuljon, fejlődjön, semmit, érted? Mit keres itt? Ha valaki azt gondolja, hogy
hogy a szaporulatot biztosítja. Nem így van. Érted? Nem így van. Nagy tévedés. Nem állat vagy. És nem tápláléklánc része. Érted? Ha te egy tápláléklánc része lennél, akkor igen. Az lenne a cél, hogy szaporodj, hogy meg tudjanak enni. De nem vagy része a tápláléklánc olyan részének, hogy te vagy a táplálék. Világos ez? Tehát a tápláléklánc csúcsán egy lény, ha túlszaporodik, már pedig ez van a bolygón, akkor felfalja az életet azon a területen, ahol él. Vagy rosszul látom? Oké? Magyarul ez azt jelenti, hogy a túlszaporodása káros a környezetére. Tehát azt gondolod, hogy a végtelenségig szaporodjunk? Hát akkor te óriási tévedésben élsz. És ez még csak tisztán biológiáról beszélek, semmi másról. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberiség azon részét meg kell menteni, a többi megy a WC-n lehúzva, meg kell menteni, aki hajlandó tanulni, fejlődni és tenni. Oké? Aki nem, arról gondoskodnak, hogy minél előbb földobja a talpát. Világos ez? És hogy most milyen formában gondoskodnak erről, tök lényegtelen. Oké? Tök lényegtelen. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy megnézed, hogy milyen arányban látták át az emberek, hogy miről szól 2020-tól, évelejétől a dolgok. Itt a társadalmunkban. Miről szól? Mennyire látták át? És akkor például itt Magyarországon, hát a lakosság 70%-a az így nem látta át. Semmilyen szinten. Romániában jobb volt az arány. Ott jobb volt. Tehát ott sokkal jobb volt az arány. Sokkal. Tehát ott nem volt 70%-os beoltottság. Hát ilyen 35 vagy 40 valami ilyesmi volt. Tehát jóval alacsonyabb. Tehát most gondold végig. Tehát az emberek azok bebizonyították, hogy nem látják át a dolgokat egyáltalán. Tehát élnek a saját kis világukban, elhisznek mindent, amit elhitetnek velük, és kész. Érted? De az ember ugye hogy tud cselekedni, ha gondol, helyesen cselekedni, ha gondolkodik. De ez nem gondolkodás, hogy élünk a világunkban, érted, és azt mondják, hogy ezt csináld, akkor azt csinálja. Azt mondják, azt csináld, akkor azt csinálja. Érted? Nem. Ez nem ember, az állat ilyen. Érted? Kutyádnak azt mondod, hogy ezt csináld, és akkor ülsz, és akkor ül. Érted? Fekszik, és akkor fekszik. Miért nem ez van? Mit is azt mondták az emberek? Ülsz, otthon ülsz, ültek. Nem? Fekszik 10 órakor, vagy 9-kor, vagy 8-kor. Érted? És akkor feküdtek az emberek. Érted? Mint a kutyáknak. Szó szerint. És nem kevésnek, mert kimentél mondjuk 8 óra után az utcára, akkor körülnézhettél, hogy sehol senki. Nem? Vagy nem így volt? Rosszul emlékszem? Üresek voltak az utak, így van. Nem? Tehát akkor valóságot mondtam, hogy azt mondták, hogy ősz,
szexi, és az emberek csinálták. Hát de az állatot, állattal csinálják ezt. De itt nálunk meg tudták csinálni az emberekkel is. Simán. Oké? Szóval, van egy gyönyörű jövő. Annak felvázoltam a gyönyörű jövőt, aki etikátlan, aki lusta, és aki nem tudja, hogy neki van egy ilyen dolga, hogy fejlődjön és cselekedjen. Nem tudja. Tehát gondolkodjon, fejlődjön, nem, gondolkodjon, cselekedjen és fejlődjön, mert ugye ez a sorrend. Annak van egy ilyen világ. Érted? Na nézzük meg, hogy hogy kell megmenteni az embereket, jó? Tehát most gondold végig, itt van az emberiség. Minden egyes ember azért jött ide le, valamelyik életében, akár ebben, akár egy előző életében. Nyilván vannak olyanok, akik rég, tehát sok-sok élet, tehát eltöltöttek itt a Földön. Tehát de azért jött le mindenki, hogy tanuljon, tapasztaljon, cselekedjen, fejlődjön. Világos ez? Ezért jöttünk le. Tehát tanul, tapasztal, cselekszik, fejlődik. Érted? És gondolkodik persze. Jó, tehát ezekért. Na most ezért jöttünk le egy magasabb létformából. A magasabb az nem azt jelenti, hogy mélyebb létformából, hanem egy magasabb létformából. Tehát nem lentről, fentről. Oké? Tehát jöttünk egy magasabb létformából. Miért? Mert egyszerű. Mert a Teremtő Isten nem akar még egy Lucifert. Világos ez? És egy luciferi lázadást. Ilyen egyszerű. Ezért nem úgy működik a világ, mint régen, hogy fogják és szabadon bocsájtotta le a létrehozott lelkeket a Teremtő, hanem elküldi iskolába. Ezt az iskolát úgy hívják, hogy Föld. Oké? És ez elindult 1,5 millió éve. Ez a projekt. És azóta jönnek ide a lelkek. Oké? De nem csak a friss lelkek jöttek, mert 1,5 millió éve nincs lélekteremtés, hanem az öreg lelkek is. Azért, hogy ne legyen luciferi lázadást, nem kell ebbe hinni. Én meg tudom, hogy így van. Jó? Tehát hogy ne lázadjanak föl a lelkek a luciferszerűen a Teremtő ellen. Így azért jöttünk ide le, hogy visszakerülhessünk etikus, cselekvő lelkekként. Érted? Tehát etikus és nem lusta. Tehát visszakerülhessünk. Na most, ha a fentiek azt látják, onnan jöttünk, hogy ezt az emberiség nagy része nem teljesíti, akkor szerinted mit csinálnak az emberiség nagy részével? Lehúzzák a WC-n. Így van. Szó szerint. Erre van egy kis időnk, hogy ez ne így legyen. Oké? De az nem azt jelenti, hogy megy az egész emberiség, zajlik tovább itt a Földön minden. Ez a Föld egy magasabb iskolára hivatott. Tehát nem erre az iskolára, hogy egyesek visszakerülnek a
fenti létformába. Hanem most arra hivatott már ez a Föld, hogy csak azok maradhatnak a Földön, akik, leírtam, csak meg kell keresni. Bocsi. Ó, ide. Mindjárt. Aki megvilágosodik, aki tanul és fejlődik, aki végig halad a vállalt útján, és akkor bekerülhet az aranykorba. Ha nem, így járt. Mi lesz akkor? Kivonják az élők sorából, oké? És megy egy univerzum szélén lévő földszerű bolygóra. Oké, ott fog inkarnálódni. Kőkorszaki körülmények közé. Kiváló. Oké? Nem kell ezt hinni, én meg tudom, hogy így van. Oké? Itt azok maradhatnak, akik ezen a folyamaton végig menne. Oké? És akkor ilyenek vannak. Menjünk vissza. Például egy lelki fejlődésen kell átmenni. Te most, ha nem vagy itt, nem tartozol közénk, tudni, hogy a 1-es, 2-es szintén vagy. Vagy a lelki fejlődésednek. Még akkor is, ha azt gondolod, hogy te magasabb szinten vagy. Óriási tévedésben élsz. Csak megkérdezném, mekkora, hányfős, saját építésű olyan csapatod van, akik rendszeresen veled haladnak? Most nem azokat kérdezem, akik itt tanulnak. Azokat kérdezem, akik nincsenek itt, és el vannak szállva maguktól, hogy milyen magas lelki szinten van. Tehát még egyszer megkérdezem, hány fős olyan csapatod van, akik ugyanazok az emberek rendszeresen követnek? Hm? Tehát nem jönnek-mennek az emberek átjáróház, nálunk a fluktuáció 5%. Jó? Nálad hány? Csak úgy kérdezném. Nálad 80? 90? Jó, és ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag neked nincs csapatod. Oké? Nincs csapatod. Ha nincs csapatod, mondom, nem azoknak beszélek, akik itt vannak. Tehát az első rész elsősorban nem az itt tanulóknak szól. Az első rész azoknak szól, akik még nem tanulnak itt. Jó? Nyilván az első részben ezért ne vedd magadra a dolgokat. Tehát jól hallgatod az első részt, csak ne vedd magadra, mert rád nem vonatkozik. Oké? Tehát te itt tartasz. Oké? Mert nincs csapatod. Hiába azt gondolt, hogy ott te létrehoztál, te egy előadó vagy, ó, hát tanfolyamokat is szervezel. Aha, és van olyan embered, aki 28 éve veled tanul? Nekem van. Vagy 25 éve, vagy 20 éve, érted? Vagy 10 éve, vagy 4 éve, 5 éve, folyamatosan. És minden képzéseden részt vesz. Van olyan? Tudja, hogy nincs. Oké, nekem van. Úgyhogy te csak az 1-es, 2-es szint valamelyikén vagy. Úgyhogy épp ideje lenne a lelki fejlődésedet elindítani. Tehát attól, hogy neked van tudásod, attól még lelkileg nem vagy fejlett.
Világos voltam? Mert a tudás és a cselekvés az nem mindig jár kézen fogva. Ráadásul, ha megnézed, le van írva. Négyes lelki szint, saját csapat és saját üzlet nélkül nem érhető el. Hatodik lelki szintre az juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. Na most, és akkor itt mondhatsz te bármit, hogy nekem azért nem szimpatikus a Szedlacsik Miklós, én tudom, hogy miért nem, mert én legalább szókimondó vagyok. Ami azt jelenti, hogyha neked fáj abból bármi is, amiről beszélek, akkor neked az betalált. Oké? És ezáltal, hogy betalált, nem vagyok neked szimpatikus. Na most, ha te olyan embert akarsz keresni, akitől majd tanulsz, és mindig szimpatikus lesz a te számodra, akkor sose fogja megmondani a valóst neked. Mert nem akar téged megbántani. A kis érzékeny lelkedet nem akarja megbántani. Na most, de azért elmondanám, hogy keres rajtam kívül még egy olyan embert a bolygón, előre mondom, nem fogsz találni. Aki a következőt csinálja, jó? Tehát én, nekem van egy saját magam által létrehozott hálózatom. És annak az első számú vezetője vagyok. Oké? De a hálózatokat egy cég szokta működtetni. Annak a vezetője vagyok. Annak, ami működteti a hálózatokat, cég, annak nem csak vezetője szokott lenni, hanem tulajdonosa is. Annak a tulajdonosa vagyok. De nem csak annak a cégnek tulajdonosa szokott lenni, hanem valamikori alapítója is van. Annak is én vagyok, az alapítója is én vagyok. Na akkor nézzük. Ha már van hálózat, akkor a hálózat az valamit értékesít. Termékeket vagy szolgáltatást. Basszus kulcs! A termék is én vagyok. Keres még egy ilyen, akkor még mondom. De ahhoz, hogy terméket vagy szolgáltatást lehessen értékesíteni, ott is kell egy vezető, aminek egy mögötte lévő cég, annak is én vagyok a vezetője. Kell ennek a cégnek, hogy legyen tulajdonosa, annak is én vagyok a tulajdonosa, az már hat. Sőt, annak kell, hogy legyen alapítója, az is én vagyok. Ha még egy ilyet találsz a bolygón, nem fogsz találni. Akkor megeszem a kalapom. Jó? Úgyhogy biztos vagyok benne. Oké? Na most, akkor mondanám, hány olyan embert fogsz megtalálni, aki ennyi posztra alkalmas? Egyet se. Oké? Maradjunk ennyibe. Jó? Tehát akkor lehet, hogy egy kicsit többet tudok, akár ügyesebb is vagyok, mint a legtöbb ember. Nem egy kicsit, hanem sokkal. És ha megnézed, kiket követtek a múltban, mondjuk egy Buddhát. Miért? Mert ő volt akkor a bolygón, mikor ő élt, azt, akit érdemes volt követni. Lehetett követni egy Jézust. Miért? Miért pont őt abban az időszakban? Mert arra volt érdemes, hogy követhető legyen. Lehetett követni egy Mohamedet, érted? Miért?
mert arra volt érdemes. Miért? Mert ez a három embernek, most csak hármat mondtam az elmúlt évezredekből, mert ez a három ember olyan tudással, képességekkel és egyebekkel rendelkezett, ami a korban arra alkalmassá tette őket, hogy kövessék emberek. Most itt van, soha nem volt a bolygón ennyi ember, soha nem. Mégis itt van 8,5 milliárd ember, és van egy, aki ezeket megcsinálta. Az összes többi, a 8,5 milliárdból nem tudta megcsinálni. Világos ez? És nem most kezdett az emberekkel foglalkozni, hanem 36 évvel ezelőtt. Érted? Szóval, és ez nem önfényezés, ezek tények. Keres még egy olyan embert a bolygón, aki egy szervezetet 4 piacvezetői pozícióhoz juttatott, oké? Úgy, hogy abból jelenleg is egy piacvezetői pozíciónk van, amit most csinálunk, ráadásul 2 olyan piacvezetői pozíciónk van, hogy mit tudom, az egyiket abba hagytuk 23 évre, a másikat abba hagytuk 16 éve, és nem tudtak azóta se elérni, nem tudta senki azóta se elérni azokat az eredményeket. Nem érdekes? Pedig elérhették volna, mert most is működnek olyan szervezetek, és nem tudták elérni. És ez nem önfényezés, ezek tények, nem tudom, világos-e. Csak azért beszélek erről, hogy tudjátok. Tehát mondjuk beszéljünk egy kicsit a munkabírásomról. Mondjuk elkezdek reggel dolgozni, és étlen szomjan követ, mondjuk 24 órán keresztül képes vagyok dolgozni. Étlen szomjan. Tényleg? Csinálja utánam valaki. Oké? És ez most mindegy, hogy fizikai munka, vagy szellemi munka. Érted? Ezt életem során kismilliószor bebizonyítottam. Jó? Nejem mindig megoldotta, hogy közben hozott vizet. De eszembe nem jutott, hogy igyak. Érted? Tehát azóta már tudatosabban odafigyelek erre, hogy egyek meg igyak, mert ugye az fizikailag azért nem jó, hogy nem iszik meg eszik az ember. Oké? Szóval, gondoljátok végig, mit tudom, tartok egy vezetőképzőt, az 3 nap. Mondom megint azoknak, akik azt gondolják, hogy hát ugye a Szedlacsik az egy gyütment, átlag alatti ember. Oké? Okay. Mondom azoknak, hogy tartok egy 3 napos vezetőképzőt, ami számomra azt jelenti, hogy délbe kezdődik a vezetőképző, már mi 8 órakor ott vagyunk. Oké? Okay. Közben vannak szünetek, hosszabb szünetek is. A szünet van olyan, hogy 1,5 órás szünet. Az az ebédszünet. Közben ezzel ott a szünetek alatt annyi időm van, hogy kiszaladjak pisilni, mert közben az emberekkel kell foglalkoznom. Mert nem azért, mert én foglalkozok velük, hanem mert oda jönnek, hogy foglalkozzak velük. Lefekszek olyan éjfél körül, oké? Reggel indul 10:30-kor, de már előtte reggelinél beszélgetek valakivel, azt tuti. És utána megint este éjfélig zsinórban van program, hogy annyi időm van, hogy közben elmegyek pisilni. Szünetbe, de akkor sem minden szünetben, mert nem mindig van rá időm. Érted? És a harmadik nap ugyanez. Eljönnek az emberek este 6-6:30 környékén, mi még ott vagyunk 8-ig. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy 8-tól, péntek 8-tól, vasárnap 8-ig, non-stop, kivétel az alvás. Na ezt csináld végig.
Oké? Ami azt jelenti, hogy ha te egy olyan szuper ember vagy, tudod mikor tudnád ezt végigcsinálni? Soha, előre mondom. Jó? És akkor megnézzük etikai szempontból a dolgokat. Én nem ugatom az etikát, hanem én úgy élek. Oké? Tehát amit én tanítok, én azt csinálom is. Oké? Most van egy párkapcsolati coachképzésünk. Megnéztem, tudjátok mikor volt az előző párkapcsolati coachképzésünk? Körforgásosak a képzésünk. 5 évvel ezelőtt nyáron. Tehát több mint 5 éve. Akkor mondanám, hogy abban az időszakban, főleg a párkapcsolati coach képzés után a legtöbb képzés 1 vagy 2 hónapos volt. És amikor az etika coach képzés kezdődött, onnantól kezdtem el csinálni, hogy végig leadtam az anyagrészt. Mert régen mindig úgy csináltam, hogy az anyagokat félbehagytuk. Tehát ugye azt mondom, hogy 9 év tudás. Már bennem van a 9 év tudás. Keres egy olyan előadót a bolygón, aki rendszeresen tart képzéseket, minden héten 2-szer, plusz vezetőképző, oké? És benne van 9 évnyi tudás. Jó? Tehát te olyan nagyon el vagy magaddal, és nagyon azt gondolod, hogy te szívesen jönnél ide tanulni. Apám, van egy olyan képességem, mondom az ilyen nagyképűeknek, van egy olyan képességem, hogy amit nem tudok, bármi az élet és az emberismerettel kapcsolatban, egyszer hallok róla, és utána képzést tudok róla tartani, basszus kulcs. Na ezt csináld meg. Oké? Úgy, hogy előtte sose foglalkoztam vele. Tehát olyan, ami az élet és az emberismerettel kapcsolatos. A többi nem érdekel. Világos ez? Jó, úgyhogy ezt csak azért mondom, mert tele van a világ ilyen nagyképű magyarokkal, azért nem mondom, hogy másokkal, mert azok nem tudják a nyelvet, nem értik, és érted? És akik ilyen jól nagy egóval rendelkeznek, és azt gondolják, hogy ők aztán sokkal többet tudnak, meg sokkal ügyesebbek, mint a szedlacsik. Jó? Csak mondanám, 3 piacvezetői pozíciónk volt úgy a múltban, illetve nem, egyet leveszünk, akkor 2 piacvezetői pozíció van. Egyébként csak azért mondtam, hogy 3, mert ez ugyanaz. Mert amit úgy értve ugyanaz, hogy ugyanaz a, mindjárt mondom micsoda. Tehát, amit csináltam a második piacvezetői pozíciónál, itt tanultak emberek, próbálták lemásolni. Egyről 2-re, és függetlenedni. Semmire nem jutottak. Akkor mondom tovább, a másodiknál is ugyanez volt a helyzet. Próbálták lemásolni, jöttek ide tanulni, próbálták lemásolni, érted, amit én csinálok, semmire nem jutottak, de szó szerint semmire. Tehát 1-ről 2-re nem jutottak. Na most ezt a 3-ot, na meg se próbálják emberek. Nem, még inkább oda sem jutnának. Oké? Tehát, mit gondolsz, milyen nyavajáé? Érted? Miért én kaptam meg ezt a feladatot, hogy a csapatommal létrehozzunk egy szeretett korszakot? Hm? Szerinted miért? Miért nem te kaptad meg? Talán azokért, amiket most elmondtam.
Oké? Okay? És akkor azt gondolják az emberek, mivel csak ennyi dolgom van, hogy mit tudom, fölhív szombaton egy regisztrált, érted? Nem engem, hanem a nejemet, mert ugye annak a telefonszámát lehet megtalálni a weboldalon. Fölhívja reggel, vagy 8 órakor, vagy nem is tudom hány órakor, hogy itt van az iroda előtt, és szeretne velünk beszélni. Gondold végig. Aki nem is tanuló. De hát a tanuló lenne, akkor sem lenne rá lehetőség. Érted? Tehát amikor gyakorlatilag ennyi feladatom van, és ebben mind besegít a nejem. Tehát mind benne, nem kicsit segít bele, kitölti az ő napját is. Érted? Teljes egészében. És akkor azt gondolják emberek, hogy, és mondta a nejem, hogy hát jöjjön ide szerdán vagy vasárnap, de ő szerdán vagy vasárnap nem ér rá. De mi érjünk rá, hogy vele beszélgessünk? Elment az esze, komolyan mondom. Jó? Na, úgyhogy figyelj, nekünk azért van dolgunk, mert itt van egy elbutulás az egész bolygón, brutál szintű elbutulás. Érted? És ezt az elbutulást nem lehet bolygószinten kezelni. Egyénileg lehet kezelni. Aki meg akarja akadályozni a saját elbutulását, várunk rá szeretettel. Aki megelégszik azzal, hogy majd kivonják a forgalomból, és születhet oda a világ végére, az így járt. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!